everybody. Jó reggelt mindenkinek. Last week we looked at when Jesus asked the disciples, "Who do people say that I am?" Múlt héten azt néztük meg, amikor Jézus megkérdezte a tanítványokat, hogy kinek mondanak engem az emberek. It was a setup question, really. Ez egy ilyen kezdő kérdés volt. Because he then asked, "Who do you say that I am?" Mert a következő kérdés az volt, hogy ti kinek mondtok engem. And one of the most important questions you're going to have to answer in life is, "Who is Jesus?" És a legfontosabb kérdés az életben, amit te feltehetsz magadnak, hogy kicsoda is Jézus. Is Jesus just a good man? Csak egy jó ember. A great example. Nagyszerű példa. Good moral teacher. Jó erkölcsi tanító. Or is he the Christ, the Messiah, the Savior? Vagy ő a Krisztus, a Messiás, a megmentő? That is the question that ultimately every person has to answer. És végül ez egy olyan kérdés, amit mindenki meg kell, hogy válaszoljon. What do you say? What do you think about Christ? Tehát te mit mondasz? Te mit gondolsz Krisztusról? And I was thinking about, you know, what to teach for the next season at church here. És ennek alapján elkezdtem gondolkodni, hogy a következő időszakban miről tanítsak itt a gyülekezetben. And I just thought, well, we need to make the confession that Jesus is the Christ. That's what we need to say about Jesus. És arra jutottam, hogy nekünk meg kell tennünk a megvallást, hogy elismerjük Jézus Krisztust, mint megváltót, tehát ezt nekünk kell mondanunk. But what does Jesus say about himself? De ugyanakkor Jézus mit mond önmagáról? In the Gospel of John, John records for us what are the seven I am statements of Jesus. És János evangéliumában János Krisztusnak, a Jézusnak a hét én vagyok kijelentését foglalja. You know, they are the tent poles that hold up the gospel. És mondhatnánk, hogy ezek a sátornak a pillérei, amelyek fenntartják az evangéliumot. And what they really are is Jesus taking that statement from Exodus. És ami igazából itt történik, hogy Jézus a Mózes második könyvéből veszi át ezt a kijelentést. When God meets Moses in the burning bush. Amikor az égő csipkebukorból Isten szól, találkozik Mózessel. And he says, "I am who I am." Amikor azt jelentik, hogy az vagyok, aki vagyok. "I am the great I am." Én vagyok a nagy vagyok. You know, Jesus said before Abraham was, "I am." Before Moses was, "I am." Jézus ugye mondja, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, vagy Mózes lett volna, én vagyok. And these seven statements are really a take on that. That's really the foundation for all of these seven statements. És lényegében ez az alapja annak a következő hét én vagyok megállapításnak. And so if you say, "Yes, Jesus is Lord." Úgyhogy ha te azt mondod, hogy Jézus az Úr. Who is Jesus? Akkor a következő kérdés, de ki is Jézus? So Jesus gives us some insight through these seven statements about who he is. Úgyhogy a hét én vagyok kijelentésével Jézus egy mélyebb betekintést ad arról, hogy kicsoda is ő maga. And so we're going to spend the next 7 weeks looking at these statements. Úgyhogy a következő hét hetet ezekkel az én vagyok kijelentésekkel folytatjuk. Please turn in your Bibles to John chapter 6. János evangélium a 6. fejezetébe lapozottuk a Bibliátokban. Just so we have context here. És azért, hogy értsük, hogy mi is itt a szövegkörnyezet. The beginning of John chapter 6, Jesus, he feeds 5,000 people. A fejezetnek az elején 5000 embert megvendégel Jézus. He takes a little boy's pogácsas and some fish. Fogja a kisgyermeknek a kis kenyérkéit, meg a halait, pogácsáit. Pogácsas are from the Lord, okay? Igen. Mert a pogácsa az Úrtól van, tehát a kisgyerek Jesus pogácsáit. Takes it and he breaks it. És veszi és megtöri. And then he gives it to the disciples. And the disciples then give the bread to everybody. És odaadja a tanítványoknak, és a tanítványok pedig továbbadják mindenki másnak. And they keep giving, and the bread does not run out. És ahogy adják folyamatosan, nem fogy el a kenyér. And after everybody had eaten. És miután már mindenki evett, jól lakott. And you gotta understand, it's not like after everybody got one little pogácsa. És meg kell értsük, hogy nem csak egy-egy pogácsa jutott mindenkinek. It's after everybody had eaten and they were full.
hanem miután jól laktak és telehették magukat. The disciples gathered up all the leftovers, because you know you got to have leftovers. És ugye a maradékot ezután gyűjtötték össze a tanítványok, mert hát kell, hogy legyen ugye maradék. It's a great picture of God's provision. És ez így módon egy nagyszerű képe Isten gondoskodásának. He doesn't just give you what you need, he gives you far much more. Úgyhogy nem csak azt adja neked, amire szükséged van, hanem annál jóval gazdagabban, jóval többet. And then Jesus sends the disciples across the sea. És utána pedig átküldi őket, a tanítványokat a tengeren. Because he wanted to go pray, spend time with the Father. Mert szeretett volna az atyával imában időt tölteni. Because the people, they were so happy that their bellies were full, they were like, we're going to make this guy our king. Whether he likes it or not, he's going to be our king. Mert az emberek, mivel tele volt a hasuk, annyira jól érezték magukat, hogy úgy döntöttek, hogy ha tetszik Jézusnak, hanem mi őt itt most királlyá tesszük. And the disciples are going across the sea. They're in a storm. They're rowing, staying in one place. És ugye a tanítványok vízre szállnak a tengeren, igyekeznek evezni, de nagyon nehézé válik, úgyhogy lényegében egy helyben járnak. Jesus walks up to them. Okay. És Jézus pedig odaérkezik melléjük sétálva. He's water skiing without a boat and without skis. Ugye a motorcsónak meg a sí nélkül Jézus vízi sízik. And he's like, hi guys, I need some help. Kell segítség, fiúk, sziasztok. So Jesus gets in the boat, and immediately they were on the other side. És Jézus beszáll a csónakukba, és azonnal elül a vihar, és azonnal ott teremnek a túlparton. And we pick up in verse 25 of John 6. És a 6. fejezetben, a 25. versben vesszük fel a szállat. Because the next day, the people woke up, they didn't see Jesus, they didn't see the disciples, and they said, we gotta find Jesus. Mert a következő napon, hogy az emberek felébrednek, látják, hogy se tanítványok nincsenek itt, se Jézus nincs itt, hogyha meg kell találjuk Jézust. And that's a good thing if somebody wants to find Jesus, no? If someone wants to seek Jesus. És ez egy jó dolog, hogyha valaki Jézust keres és meg akarja találni. These people were seeking Jesus, but we're gonna see for the wrong reason. Úgyhogy ezek az emberek keresték Jézust, de azt is meg fogjuk látni, hogy nem a jó okoknál fogva, nem jó szándékkal. Verse 25, when they found him on the other side of the sea, they said to him, Rabbi, when did you come here? And Jesus answered them, truly, truly, I say to you, you are seeking me not because you saw signs, but because you ate your fill of the loaves. Do not labor for food that perishes, but for the food that endures to eternal life. For the Son of Man will give to you, which the Son of Man will give to you. For on him God the Father has set his seal. Then they said to him, what must we do to be doing the works of God? And Jesus answered, this is the work of God, that you believe in him whom he has sent. So they said to him, then what sign do you do that we may see and believe? What work do you perform? Our fathers ate manna in the wilderness, as it is written, he gave them bread from heaven to eat. And Jesus said to them, truly, truly, I say to you, it was not Moses who gave you the bread from heaven, but my Father gives you the true bread from heaven. For the bread of God is he who comes down from heaven and gives life to the world. And they said to him, sir, give us this bread always. 25-34. Versek János 6. fejezetében. Amikor megtalálták a tengeren túl, azt kérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus pedig így válaszolt, bizony-bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Akkor azt kérdezték tőle, mit kell tennünk, hogy az Isten dolgait cselekedjük? Jézus így válaszolt nekik, az az Isten dolga, hogy higgyetek abban, akit ő küldött. Erre azt kérdezték, te milyen jelet mutatsz, hogy lássuk és higgyünk neked? Mit teszel? Atyáink a mannát ették a pusztában, ahogy megvan írva, mennyei kenyeret adott nekik enni. Erre Jézus azt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, nem Mózes adta nektek a mennyei kenyeret, hanem az én atyám adja majd nektek az igazi mennyei kenyeret. Mert az az Isten kenyere, amely a mennyből száll alá és életet ad a világnak.
Akkor azt mondták neki, Uram, add nekünk mindenkor ezt a kenyeret. Jézus pedig azt válaszolta, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hozzám, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. Oké, okay, sorry. Too much. Okay, 34-ig. Sorry. Elfelejtettem. Sorry. No problem. I love this story, because they're like, Jesus, when did you show up? Nagyon szeretem ezt a történetet, hogy Jézus, hogy kerültél te ide? And Jesus kind of doesn't answer their question. És igazából Jézus nem is válaszolja meg a kérdést. Jesus instead tells them why they showed up. Hanem visszafordítja a kérdést, megmondja nekik, hogy ti miért jelentetek meg. Not how did he get there, but why did they come? Tehát nem az a kérdés, nem az a jó kérdés, hogy hogyan jutott ő át a tópartra, hanem hogy ők miért jöttek ide. They came to Jesus because, well, they got food yesterday. Azért jöttek Jézushoz, mert tegnap jól laktak. I mean, for us, this doesn't mean a whole lot, because if I want food, we've got gigantic stores full of so much food. I mean, we could stock our houses for weeks. Nekünk ez talán nem ilyen jelentőségű, mert nekünk akkor a boltjaink meg készleteink vannak, hogy képesek vagyunk betározni a házunkat hetekre. You know, the question isn't do I have food? The question is how much of this food do I want to buy? Úgyhogy igazából nem is a, hogy van-e mit enni a kérdés, hanem hogy mennyit akarunk betározni, vagy mennyit akarunk belőle enni. Making food and having food was such a it was a more difficult process. Tehát az étel, hogy legyen, hogy képesek legyenek megenni, az egy sokkal bonyolultabb folyamat volt abban az időben. And these people, they liked the convenience of, hey, Jesus just multiplied the stuff and we had food. Úgyhogy az embereknek nagyon tetszett ez a fajta kényelem, hogy Jézus csak egyszerűen megsokasította az ételt, és volt mit enni. They liked Jesus because Jesus fed them. Úgyhogy megszerették, tetszett nekik Jézus, mert megetette őket. And that's why they were seeking him, because they wanted something from him. És ezért keresték őt, mert valamit akartak tőle. And sadly, people don't change. És hát szomorú, de nem változott az ember. Human nature really doesn't change. Nem változott az emberi természet. A lot of people, even today, they seek Jesus not for who he is, but for what he can do for them. Tehát nagyon sokan mind a mai napig nem önmagáért keresik Jézust, hanem azért, amit tenni tud értük. I'm going to seek Jesus because I want a better marriage. I'm going to seek Jesus because I want better kids. I'm going to seek Jesus because, you know, I want him to bless my bank account. Azért keresem Jézust, hogy jobb legyen a házasságom, jobban viselkedjenek a gyermekeim, kövéredjen a bankszámlám. I'm going to seek Jesus because I want all the good stuff. I want the blessings that the Bible talks about. Úgyhogy én keresem Jézust azért, mert a Biblia által ideírt áldásokat keresem, ezeket akarom. And a lot of people, they seek Jesus for what he can give them or for what he can do for them. Úgyhogy nagyon sok ember azért keresi Jézust, hogy mit tehet Jézus értük, mit adhat nekik. And that was the sole motivation of these people here. És ezeknek az embereknek is ez volt az egyszerű motivációja. It wasn't that they wanted Jesus, it was that they wanted Jesus's stuff. Tehát nem arról szólt, hogy ők Jézust vágyták volna, hanem a Jézus által biztosított cuccokat. You know, today I want the blessings, I want the peace, I want the forgiveness. Mint ma, akarom a békét, akarom a megbocsátást, akarom az áldásokat. But that's not why we should be seeking Jesus. De valójában nem ez az, amiért nekünk keresnünk kellene Jézust. That is the wrong motivation. Ez a helytelen motiváció erre. And Jesus is going to point this out to them. És Jézus ezt ki, rá is mutat erre Jézus. But there is a great danger for people. De a veszélye fönnáll ennek. To only want the gifts of God and not God himself. Hogy nem magát Istent vágyjuk, hanem az Isten ajándékait vágyjuk csak. You know, maybe you're here, maybe you're watching online. Lehet, hogy ugye itt vagy közöttünk, vagy nézel bennünket online. And you think, by me joining, either online or offline, I'm making God happy. Azt gondolván, hogy azzal, hogy csatlakoztál hozzánk, akár így, akár úgy, ezzel Isten boldoggá teszed. And because you're making God happy, then you're going to ask God for something, you know. God, hey, I was at church today, I gave you an hour, God, give me something in return.
és úgy gondolod, hogy mivel te Istent boldogát tetted, odaadtál egy órát, akkor már kérhetsz, hogy akkor neked ezért cserébe jár valami. Or maybe you're thinking, okay, God, I screwed up last week, you know, I got mad, or I lied, and all right, God, just me being at church, we're even, right? We're good. Vagy hát a múlt hetet elszórtam, hazudtam, megharagudtam, dühös voltam, de hát most itt vagyok a gyüliben, azért most kiegyenlítjük, nem? If that's you this morning, ha ma reggel te így vagy ezzel, you're missing the point. Akkor pont a lényeg marad el. You're missing the point. You're like these people. Mint ezeknél az embereknek is, embereknél is. You've come not for Jesus, you've come for what he can do for you. Mert nem Jézusért érkeztél, hanem hogy mit tehet érted azért. Jesus says this in verse 35 to verse 40. A 35-ös versben éppen a 40-esig mondja ő ezt. Jesus says, I am the bread of life. Whoever comes to me shall not hunger, and whoever believes in me shall never thirst. But I say to you that you have seen me, and yet you do not believe. All that the Father gives me will come to me, and whoever comes to me I will never cast out. For I have come down from heaven, not to do my own will, but the will of him who sent me. And this is the will of him who sent me, that I should lose nothing of all that he has given me, but raise it up on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who looks on the Son and believes in him should have eternal life, and I will raise him up on the last day. 35. verstől. Jézus pedig azt válaszolta, én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön, nem éhezik meg soha, és aki hisz bennem, nem szomjazik meg soha. De megmondtam nektek, hogy noha láttatok engem, mégsem hisztek. Mindenki, akit nekem ad az Atya, hozzám jön. És aki hozzám jön, az semmiképpen nem taszítom el. Mert azért szálltam le a mennyből, hogy ne a magam akaratát cselekedjem, hanem annak akaratát, aki elküldött engem. Az pedig annak akarata, aki elküldött engem, hogy abból, amit nekem adott, semmit el ne veszítsek, hanem feltámasszam azt az utolsó napon. Az pedig az én Atyám akarata, hogy aki látja a fiút és hisz benne, örök élete legyen, és feltámasszam az utolsó napon. There's a lot in these verses that, you know, I'd encourage you spend time thinking about it, meditating about these things. Even the fact Jesus says he came down from heaven. That's radical. Nagyon mély igeversek ezek, érdemes benne időt tölteni, elgondolkodni rajta, megrágni. Ő különösen például azt is, hogy leszállt a mennyből. You know, because a lot of religion is me trying to get up to God. Mert nagyon sok vallás arról szól, hogy én hogyan érek fel az Istenhez. Christianity is God coming down to us. A kereszténység pedig arról szól, hogy Isten hogyan jön le az emberhez. Now remember, the people said, Jesus, show us a physical sign. That's what they wanted. They wanted something tangible that they could touch. És gondoltok bele, ők azt kérték, hogy mutass nekünk jelet, valami megfoghatót, valami érzékelhetőt. And that if they could see it, they'll believe it. És hogyha ők ezt látni fogják, na akkor majd hisznek. And what Jesus says is, Jesus says, I am the bread of life. És amit Jézus erre mond, hogy én vagyok az élet kenyere. They wanted physical satisfaction. Ők szerettek volna fizikai megelégedést. But Jesus is talking about spiritual satisfaction. Miközben Jézus a lelki megelégedés, a beteljesülésről beszél. They were only thinking about their bodies. Egyszerűen csak a testük jólétére gondoltak. Being satisfied, having a full belly. Hogy megelégedjenek, tel legyen a hasuk. But Jesus wanted them to have a full heart. De Jézus meg azt szerette volna, hogy tel legyen a szívük. They were focused on the physical. A fizikai oldalra koncentráltak. Jesus was focusing on the spiritual. Jézus pedig kifejezetten a lelki oldalra. And Jesus is using bread to describe this whole thing. És Jézus a kenyeret mint szimbólumot használja példaként. Bread is universal. Az egy univerzális dolog. Every country has some form of bread. Minden országnak van valami fajta kenyérféléje. You know, we've got pogácsas here. Love them. Mit ugye a nagyra becsült pogácsa például itt. You know, the French have their croissants and their baguettes. A croissant és a baguette, ugye a franciák pogácsa, jó? You know, in Mexico they got tortillas. Aztán a tortilla Mexikóban. In India they have naan. I love naan.
ennek az indiai változata, ami meg a... Nan. Nan, így? Nan. Oké. Nan. Great. Az indiai, az is nagyon finom, nagyon szeretem. Every country has some sort of bread. So this is something everyone can understand. Tehát minden országban jelen van valami fajta ilyen kenyérféle. Éppen ezért ez mindenkinek jelent valamit. You know, bread has been one of the first foods people ever made. És az első ételek között van a kenyér, amit az ember egyáltalán elkészített. And bread is associated with life and health and nourishment and prosperity. Éppen ebből adódóan az élettel, az egészséggel, a táplálkozással és a gazdagsággal kapcsolódik a fogalma. You know, sometimes at least in the English language we refer to a geographical territory as a bread basket. És amikor ilyen kenyeres kosárra utalunk az angol nyelvben, akkor egy olyan területről beszélünk, ahol termékeny a talaj. Hungary is one of those places. Hungary was known as the bread basket of Europe for its very fertile soil. És éppen ezért például Magyarország is egy időben Európa ilyen kenyér kosara vagy kenyérellátójának hívták a nagy termékenység miatt. Bread satisfies. És mert ugye a kenyér az így megelégít. Bread nourishes. Táplál. You know, I'm sure some of you broke your nightly fast with bread this morning. Biztos vagyok benne, hogy az éjjeli bőjtötöket többen reggel kenyérrel törtétek meg. I know I did. Én is így cselekedtem. I came into church this morning and whoa, what do I see? Mert ahogy beléptem ma reggel a gyülekezet ajtaján, mire csillam fel a szemem? I see croissants, freshly made croissants. Friss croissantok csillognak ott az asztalon. You know, if you come to church on Sunday morning, Karcsi always blesses us with some little breakfast something. Mert úgy Károly Karcsi minden vasárnap megállt bennünket valami fajta reggeli félivel. And because I'm a guy who I like bread. És egy ilyen kenyér típus vagyok, tehát szeretem a kenyeret. I like bread, I like pogacsas, I like pasta, I like pizza. Nagyon szeretem a pizzát, a tésztát, a kenyeret, a ilyen pogácsákat. And I know I shouldn't eat so much bread. Persze tudom, hogy nem kéne annyit ennem. But I saw those croissants and I was like, yeah. De amikor megláttam ezeket a croissantokat, akkor úgy éreztem, hogy ha. I'm gonna have one. Hogy most azért egy. But one turned into two. Aztán meg még egy. Two turned into three. És egy ráadás. And there's still a whole lot more left. És még a többi. So who knows what will happen after church? Úgyhogy majd gyülekezet után, hogy mi fog történni, ugye? But the point is, bread is important. De amit ki kell emelni, hogy a kenyér nagyon fontos. For our physical body. A fizikai létünk szempontjából. And Jesus is saying in the same way spiritually, he is the one that gives satisfaction and nourishment. És ugyanígy szellemi értelemben Jézus önmagáról beszél, hogy ő az, aki teljes megelégedést tud adni, és beteljesedést. Jesus is the one who can satisfy the deepest longings of the human soul. Az emberi lélek legmélyebb vágyakozásának betöltése. Jézus az, aki egyedül képes ezt betölteni. A person can't fulfill that. No amount of money can fulfill that. Egy másik ember vagy akármilyen mennyiségű pénz sem tudja ezt betölteni. The deepest desire of the human soul can only be satisfied by the bread of life. A legmélyebb emberi vágyak, a lélek vágyát egyedül az élet kenyere tudja betölteni. But let's think about food for a second. De egy pillanatra gondolkodjunk el azon, hogy mi is az étel, az ételen. No, I know you're maybe starting to think about lunch, but we're not there yet. De itt most az ebédről gondolkodjunk, tehát még nem ott tartunk. You know, we live at this time in human history when our stores are filled with junk food. Mert igazából olyan történelmi időt is élünk egyidejűleg, ahol nagyon sok ilyen junk food van a boltokban. We've got gyors kaja. Potato chips and cookies and you name pretzels and everything. Chipsek, meg mindenfajta sütik, meg...
még a mi, you know, egymás. We've got restaurants where your meal is handed out to you by somebody through a window. És olyan éttermekben járunk, vagy olyan éttermeink is vannak, ahol egy zacsiban, egy ablakon keresztül nyújtják ki neked az ételt. And it looks like food. És ételnek tűnik. It tastes like food. Az íze is olyan. But it's not nourishing. De nem táplál. It's junk food. Ezért junk food. It has all these E vitamins in it, all these preservatives. Ez az E sor, ez benne találtatik mindenfajta konzerválóanyag. And here's the thing about junk food. És van egy tehát, megállapítás a junk foodról. It tastes really good. Nagyon jó íze van. It tastes really good. Piszkos jó íze van. Potato chips. A chipsek, a krumpli, a burgonya chips. You know, french fries. Sült krumpli. Oh, so good. Meg kell őrülni. Junk food tastes good at the moment. Tehát a junk foodnak jó az íze, akkor és ott. But in the long run, you all know and I know, it's not what we should be eating. De azért hosszú távon ti is tudjátok, én is tudom, nem ez a jó fajta táplálék, nem ezt kell lennünk. And what is true of real food is also true of spiritual food. És ami igaz a valós fizikai ételre, az igaz a szellemi ételre is. What are we feeding ourselves with? Mivel tápláljuk magunkat lelkileg? Good nourishing food or junk food? Because there is spiritual junk food, friends. Mert ott is van ez, hogy jófajta tápláló szellemi étel és junk food szellemi étel, ilyen gyors kaja. There's a lot of things that pose as Christian. Nagyon sok mindenre rányomják a keresztény bélyeget. That are little more than self-help with a few Bible verses thrown in. Ami inkább ilyen önsegélyező gondolatok néhány igeverssel megpékelve. You know, there are some songs that are little more than making me feel good. És a dalok közül is vannak olyanok, amelyek hogyan érezzem én magam jobban címet kaphatnának. There are a lot of books that are simply junk food. Úgyhogy vannak olyan könyvek, amelyek igazából a junk food szellemi kategóriába tartoznak. And a lot of Christians are drawn to these. És nagyon sok keresztény vonzódik ezek iránt, ezekhez. They taste good. They make me feel good. Mert jó érzésekkel töltenek el bennünket, jó az ízük. But here's the thing about junk food. You get hungry again really quickly. De hát a junk food természetéhez tartozik, hogy nagyon gyorsan újra megéhezel. Now, I don't really eat at fast food restaurants. Nem igazán étkezem a gyors éttermeknél. But I remember, well, about a little over a year ago. De kb. Egy évvel ezelőtt. I was in Budapest with the girls. Lányokkal Budapesten voltunk. I took them on a field trip with a class. És mentünk egy ilyen fűtaposásra az osztálya. And you know, we went to the parliament and we went to the Christmas market in Budapest. Még inkább várost jártuk. A parlamentet meg a karácsonyi vásár. Osztálykirándulás. Igen, jó, igen, field trip, rendben. Okay. And at the end of the day, we had about 45 minutes before getting on our train. És 35 percünk volt, annál nem több, mielőtt a vonatra fel kellett szállni. And it was dinner time. És utolért bennünket az ebéd. And so we're there at Nyugati Pályaudvar. Vagy ilyen, ilyesmi. És ott voltunk a Nyugatinál. And we go into one of the fast food restaurants. Úgyhogy beleütköztünk az egyik gyors étterembe, gyors kajáldába. And I ordered, I don't know, 4, 5, 6 cheeseburgers. Not for myself, for me and the girls. It's okay. 4 × 6 sajtos burgert kértem. And then the big bucket of french fries, because you know, that's every kid's like go-to meal, french fries. És nagy sült krumplit kértem, mert hogy minden gyerek az gyakorlatilag a kaja fele az a sült krumpli. I know, I felt like dad of the year, you know. Fast food, there we go. Akkor és ott persze az év apája címre pályáztam ezzel a fantasztikus ebéddel. But I can remember, you know, eating it and feeling I'm not satisfied. De
emlékszem, hogy azt megenni, meg megemészteni, nem volt megelégítő. But I like hamburgers. De ettől függetlenül szeretem a hamburgert. So if I want a hamburger, I make my own. And trust me, when I make my own hamburgers, I eat one and it's like, oh. Úgyhogy ha hamburgert akarok, akkor megcsinálom magamnak. És amikor magamnak csinálok hamburgert, akkor az, hogy úgy mondjam, megelégítő, attól tele lesz a pocak. But so many of us are just attracted to the junk food, because it's quick, it's easy, it makes me feel good, but it leaves us ultimately empty. De annyian vonzódunk az ilyen junk foodhoz, mert hogy gyors, meg jó ízű, meg jó érzések vannak vele kapcsolatban, de igazából üresen hagy bennünket. And Jesus is saying he is the one who can truly satisfy the soul. És Jézus azt mondja, hogy ő az, aki igazán meg tudja elégíteni a lelket. See, the people here, they wanted Jesus to do what happened with Moses. They wanted manna. They wanted something physical, tangible. Az emberek ott valamifajta fizikailag érinthetőt, megfoghatót akartak volna, mint Mózes idejében. You know, because they would have seen that as the blessing of God, the proof of God. Mert akkor ez lett volna a bizonyítéka Isten áldásának. If they were satisfied physically, then they would believe that Jesus is truly from God. Hogyha fizikailag megelégednek, akkor elhitték volna, hogy Jézus tényleg Istentől van. But they were only focused on the material, the physical. Jesus was focused on the spiritual. Tehát ők csak a fizikai területre koncentráltak, Jézus pedig a lelki területre. You know, the world we live in is full of things trying to give us satisfaction, give us fuel, energy to continue on. A világunkban élünk tele van olyasmikkel, amik energiát akarnának adni, amik további üzemanyagot akarnának biztosítani a haladáshoz. You know, there are magazines and TV shows and social media. TV műsorok, a közösségi média, a mindenfajta sorozatok, magazinok. That are telling you how to be happy, how to have the perfect life, the perfect home, the perfect this, the perfect that. Hogyan legyen a boldog, hogyan legyen a tökéletes, a ház, az élet, a család, a minden. And some people, they do believe, if I have this, I'll be happy, I'll be satisfied. És akkor az emberek azt a következtetést vonják le, hogy na, ha ez megvan, akkor majd boldog és megelégedett leszek. But again, they will ultimately leave us empty. De meg kell ismételjük azt, hogy végül üresen hagynak bennünk, ez ürességet okoz. Now our problem is, we're much like these people. Nekünk az a kihívás, hogy mi is hasonlóak vagyunk, mint ők. We want the physical satisfaction. Akarjuk a fizikai megelégedettséget. Because it's more attractive. Mert nagyon vonzó. It's more attractive than Jesus sometimes. Vonzóbb néha, mint maga Jézus. And a lot of times, even as Christians, Jesus is the last person we turn to for satisfaction. És Jézusnál, vagy a keresztényeknél nagyon gyakran Jézus az utolsó, akihez fordulunk a megelégedettségért. Jesus is the last one we turn to for sustenance, for nutrition spiritually. Amikor arról van szó, hogy hogyan gondoskodjanak rólunk, hogyan táplálkozzunk szellemileg, akkor sokszor Jézus az utolsó, akihez fordulunk. And the reason why Jesus says, I am the bread of life that comes down from heaven. És az az ok, ami miatt Jézus azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, aki a mennyből jött le. And that if you partake of me, and you believe in me, you'll never hunger, never thirst. És hogyha bennem hisztek, ha belőlem táplálkoztok, akkor soha nem éheztek meg, és soha nem szomjaztok meg. Because Jesus is saying, your need is greater than your belly. Ezzel Jézus azt mondja, hogy nagyobb a szükségetek, mint amit a gyomrotok diktál. It's not that your belly needs to be full, it's that your soul needs to be full. Tehát fontosabb, hogy a gyomrotoknál fontosabb az, hogy a lelketek legyen tele. Not that your stomach be satisfied, but your soul be satisfied. Ne a gyomrotok elégedjen meg, hanem a lelketek elégedjen meg. And Jesus is promising these people, if you come to me, if you believe in me. És Jézus azt ígéri ezeknek az embereknek, hogyha hozzám jöttök, hogyha bennem hisztek, I will satisfy your soul. Én megelégítem a ti lelkeiteket. When you believe in Jesus,
Hogyha Jézusban hiszel, he gives you satisfaction, ő megadja neked a megelégedést, and purpose like you've never known. És olyan célt, amit soha nem is ismertél. The great church father, Augustine, Szent Ágoston, a nagy egyházatya, he said, our hearts are restless until they rest in thee. Nyugtalan a szívünk, mindaddig, amíg benned meg nem nyugszik. The human heart is only truly at rest when we partake of the bread of life. Az emberi szív csak akkor tud megnyugodni, hogyha táplálkozik az élet kenyeréből. The wisest man to ever live other than Jesus was King Solomon. A legbölcsebb ember Jézuson kívül, aki valaha élt a földön, Salamon. He says in Ecclesiastes, Prédikátor könyvében a következőt mondja. That God built us and God put eternity into our hearts. Isten úgy épített föl bennünket, hogy az örökké valóságot a szívünkbe helyezte. Meaning that deep inside every human heart is a desire for God. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy minden emberi lény lelkének a mélyén ott van egy vágyakozás Isten iránt. The problem is, we try and ignore it, we suppress it. A gond az, hogy mi azonban ezt így próbáljuk elutasítani, elnyomni. I'm not listening to that. No, I'm not listening to that. Nem hallom meg azt a hangot, nem vagyok rá kíváncsi. Or we try and fill that eternal hole with temporal things. És ez az örök hiányt, ezt próbáljuk átmeneti dolgokkal bepótolgatni. But we can never fill an eternal hole with temporal things. De valójában átmeneti dolgokkal egy örök típusú hiányt soha nem lehet megelégíteni, betölteni. And Jesus says, if you come to me, you're never going to hunger. You're going to be satisfied in your soul. Jézus pedig azt mondja, hogy ha hozzám jöttök, soha nem fogtok megéhezni. Megelégedik a lelketek. Now this is a radical claim. Ez egy igen határozott és nagyon komoly kijelentés. And it's a claim that demands really that we make a decision. És megkívánja tőlünk, hogy akkor ennek kapcsán mi döntést hozunk. You can't be neutral about this. Egyszerűen nem teheted meg, hogy nem foglalkozol vele. This statement is either true or it is false. Mert ez vagy igaz, vagy hamis. Jesus is either the bread of life or the biggest liar that ever lived. Mert vagy tényleg Jézus az élet kenyere, vagy a legnagyobb hazudozó, aki valaha a földre. And I say that because if he is the biggest liar that's ever lived, he's deceived billions of people over the last 2000 years. És hogyha ő a legnagyobb hazudozó, azt azért mondhatjuk, mert akkor az év ezredek során bizony milliárdokat hitetett el. So Jesus is either telling the truth or he's lying. Úgyhogy Jézus most vagy az igazat mondja, vagy hazudik. He will either satisfy your soul or he is a deceiver. Vagy megelégíti tényleg a lelkedet, vagy becsap téged. How do you know? Honnan tudhatjuk? Very simple. The Bible says, taste and see that the Lord is good. Nagyon egyszerű, a Biblia azt mondja, hogy lássátok meg, ízlejétek meg, hogy az Úr jó. You personally need to go to Jesus. Neked személyesen kell Jézushoz menned. The only way you can find out. Csak ezen a módon jöhetsz rá. The only way you can be satisfied. És ezen a módon kaphat csak megelégedést. Hogyha te magad fogyasztod, hogyha te magad táplálkozol az élet kenyeréből. See, I could tell you all morning about how great Karcsi's croissants were. Egész reggel mondhatnám még, hogy milyen nagyszerű a croissant, amit Karcsi megsütött. Warm and buttery and crunchy and just delicious. Hogy még meleg, hogy ilyen finom réteges, és ropogós, és vajas, és vajas is, és olyan finom meg. I could tell you all morning about the wonder of bread. Tehát egész reggel tudhatnék a kenyér nagyszerűségéről ódát zengeni. And I could even go get a croissant and show you a croissant. Be is mutathatnék egy falatot abból a croissantból.
But is that going to satisfy you? Meg fog ez benneteket elégíteni? Is listening to me talk about bread going to satisfy your soul? Miközben azt halljátok tőlem, hogy majd ez a kenyér meg fogja elégíteni lelketeket, ez elég? The only way your soul is going to be satisfied is if you partake of the bread of life. Egyedül akkor elégedik meg a lelketek, hogyha ti magatok esztek belőle, ti magatok vesztek belőle. You know, and this is really, it's a one-time thing, but it's also a continual thing. Ugyanakkor ez egyszer történik, de ugyanakkor folyamatosan is történik. Every day as a Christian, minden nap keresztényekként, we have a choice. Van egy döntési helyzetünk. Am I going to look for satisfaction in Jesus? Or am I going to look for satisfaction in something else? Jézusban keresem a megelégedést, vagy keresem a megelégedést valami másban? Now, don't misunderstand me. Ne értsetek persze félre. It is a good thing to enjoy the blessings of God in your life. It is a good thing to rejoice in those. Jó dolog Isten áldásait élvezni. Jó dolog ebben örömöt szerezni. But deep in our soul, where is satisfaction coming from? De a lelked mélyén a megelégedettség forrása micsoda? The choice every day is Jesus or something else. És minden nap ott van a választási lehetőség, hogy Jézus vagy valami más. Where am I going to get my daily nourishment? Honnan veszem a napi táplálékomat? You know, number one, we need the eternal nourishment of believing in Christ, but daily we need to be nourished by Him. Ugye legelőször is szükségünk van a Krisztus által adott táplálékra, de ezt minden nap is el kell döntsük. Minden nap kell. Could you imagine only eating once a week? Hát tudod képzelni, mi az, hogyha hetente egyszer ennél? I know some of you thinking would be like, yeah, that'd be cool, I'd lose some weight. Lehet, hogy némelyikötök azt gondolja, hogy ja, akkor veszítenék némi súlyt. You know, eating once a week, it's impossible. De igazából ez lehetetlen. You need to eat every day. Minden nap szükséges táplálkoznod. Some of us need to eat a little bit less, but we need to eat every day. Van, akinek persze egy kicsit kevesebbet kéne ennie, de mindannyiunknak minden nap kell ennünk. And what's true for the body is true for the soul. És ami igaz a testünkre, az igaz a lelkünkre is. So where are you turning for satisfaction? Hogy hová fordulsz a megelégedésért? In your soul, not your belly, your soul. Nem a gyomrod irányából, hanem a lelked irányából. Hova fordulsz? You know, the people, they hear Jesus and they're like, wow, this is a hard thing, he says. Úgyhogy amit Jézus itt mondott, arra sokaknak az volt a válasza, hogy fú, kemény beszéd ez, ki hallhatja ezt? Many people turned away. És igen, sokan el is fordultak tőle. Because they were only following Jesus for what he could give them. Mert csak azért akarták Jézust követni, hogy mit adhat nekik. And then Jesus looks at the disciples and he says, well, you guys want to leave too? És a tanítványokra úgy tekint Jézus, hogy azt kérdezi tőlük, hogy ti is el akartok menni. And Peter, I mean, this is amazing. Again, Peter gets it right this week. És megdöbbentő, hogy Péter ismét helyesen válaszol. Rövid időn belül Peter már says, másodjára. Where else would we go, Lord? You have the words of eternal life. Én azt mondja, hogy hova mehetnénk, Uram? Örök életnek beszéde van te nálad. Your words, Jesus, are what satisfies us. Your words give life eternally. A te szavaid, azok elégítenek meg bennünket. A te szavad az ad nekünk örök életet. And that's important. És ez nagyon fontos. Nekünk is. The way we experience, the way we partake of Jesus as the bread of life is we listen to his words. Úgy táplálkozunk belőle, úgy veszünk részt Krisztusban, mint az élet kenyerében, hogy hallgatjuk az ő szavát. Are you reading the Bible? Olvasod-e a Bibliát? Are you daily taking in God's word for your soul? Beveszed-e a lelkedbe napi szinten Isten igéjét? Now trust me. I know you're busy. I'm busy. Higgyétek el, tudom, hogy elfoglaltak vagytok, én is az vagyok. I know
Every one of us has excuses why we can't spend time in the Bible. És tudom, hogy mindannyiunknak van jó okunk arra, hogy vagy kifogásunk, hogy miért nem töltünk időt a Bibliában Istennel. Excuses won't satisfy us. De a kifogásaink nem elégítenek meg bennünket. Excuses will just cause us to starve. Hanem az csak az éhezésre visz bennünket. If we're not taking in the word of God regularly. Hogyha nem vesszük magunkhoz az Isten igéjét rendszeresen. We're going to starve. Akkor éhezni fogunk lelki értelemben. You know, we don't need excuses. We need to be men and women who take the time to be in God's word. Nem kifogásokra van szükségünk, hanem olyan férfiként és nőként kell éljünk, akik megcsípik az időt arra, hogy időt töltsenek. If your soul, if the condition of your soul is important to you, and I hope it is. Mert hogyha a lelked állapota fontos neked, és úgy remélem, azt remélem, hogy igen. You need to make time for your soul. Akkor időt kell szakíts a lelkedre. You need to make time. Időt kell szakíts. To feed your soul with good nourishment. Hogy tápláld a lelkedet jófajta táplálékkal. We are to believe and partake in the bread of life, who is Jesus. Arra hivatunk, hogy higgyünk és részt vegyünk az élet kenyerében. You know, having a Bible on your shelf, having an app on your mobile device. A Biblia a polcon, vagy az app az eszközödön. Isn't going to help us. Az nem segít. That doesn't get the word of God into us. Az nem fogja bele itatni a szívedbe az Isten igéjét. We actually have to go get it. El kell menjünk, és magunkhoz kell, hogy vegyük. Just think of bread. You reach bread for bread, you take it in. We need to take in the word of God. Mint a kenyérnél. Kinyújtod a kezedet, elveszed a kenyeret, és magadhoz veszed, eszed. We come to him daily. Ezért kell hozzájönnünk napi szinten. Yeah, again, if your the condition of your soul is important. Amennyiben fontos neked a lelked állapota. Now, maybe you feel in your soul you're a little bit sick right now. Lehet, hogy most egy kicsit ilyen betegnek érzed a lelkedet. You feel like you're starving. Vagy éhezőnek. Úgy érzed, hogy éhezik a lelked. Then the solution for you this morning is very simple. Akkor elég egyszerű a megoldás számodra. You need to partake in the word of God. Kell, hogy Isten igéjében részesüljél. And the more we are in the word of God consistently. És így következetesen részesülsz az Isten igéjében egyre jobban és jobban. The healthier our souls will be. Annál egészségesebb lesz a lelked. The result of avoiding the word of God is an unhealthy soul. Ennek a kihagyása, az elkerülése az Isten igéjének, akkor az egy egészségtelen lélekhez vezet. Consistency in the word of God will lead to a healthy soul. De egy következetesség az Isten igéjében pedig egészséges lélekhez vezet. And here's the thing. When we partake in Jesus, we will experience life. És hogyha mi Krisztusban részesülünk, akkor életet tapasztalunk. We'll have our deepest spiritual needs satisfied. A legmélyebb lelki szükségleteink elégítettek and we'll meg. Also know eternal life. És egyidejűleg az örök életet is ismerni fogjuk. Jesus came to be the bread of life. Azért, hogy Jézus, hogy ő legyen az élet kenyere. But here's the thing about Jesus. De van még egy másik dolog is Jézusról. He was broken. Ő megtöretett. For us. Értünk. He was the bread of life broken for us. Ő az élet kenyere, megtöretett értünk. You know, this morning, being the first Sunday of the month, we're going to partake in communion together. A hónap első vasárnapja van, ezért közösen úrvacsorát fogunk venni. And how do we do it? Hogyan tesszük ezt? We have little broken pieces of bread. Pici, ugye kenyér darabkáink vannak, amiket összetörtünk. That represent the body of Christ broken for us. Ami Krisztus megtöretett testére emlékeztet bennünket. And when we hold the bread, we remember he is the bread who gives life.
És amikor tartjuk a kezünkbe a kenyeret, akkor megemlékezünk arról, hogy ő az élet kenyere, amelyik életet ad. And so as the worship team comes up and leads us in a song. Amint tehát kijön a dicsőítő csapat és egy dalban, egy dicséretben vezetnek bennünket. And for those who are here, és akik itt vagytok, I'm going to ask Balázs and Tika to pass out the bread and the cup. Megkérem a Tikát meg a Balázst, hogy osszák ki az elemeket. And we're going to remember Jesus. És megemlékezünk ma reggel Jézusról. That he came down from heaven. Hogy ő lejött a mennyből. That he is the one who satisfies. Hogy ő az, aki tényleg megelégít. Eternally and daily. Örökre is, meg napi szinten is. But that only happens because of his death on the cross. De ez egyedül azáltal lehetséges, hogy ő meghalt a kereszten. And maybe as we're singing, you need to go before the Lord. És lehet, hogy amint éneklünk majd, az Úr elé kell jönnöd. You need to pray. Imádkoznunk kell. You need to say, God, I'm sorry I've neglected being in your word. Bocsáss meg, Uram, azért, hogy hanyagoltam az igédben való részesülést. But Lord, give me grace and give me the strength to daily take you in. Mert kérlek, Uram, hogy add nekem a kegyelmet, és add nekem az erőt, hogy napi szinten vegyem a te igédet. That's a prayer God will answer. Ez egy olyan ima, amire Isten válaszolni fog. Maybe you need to pray that this morning. Lehet, hogy ezt kell imádkoznod ma reggel. And maybe you have been doing really well. Maybe your soul is healthy. Lehet, hogy viszont minden nagyon jól megy az életedben, és egészséges a lelked. Then you need to ask God for the grace that this would continue. Akkor kérned kell Istent, hogy ez a kegyelem folytatódjon az életeden. Let's pray. Imádkozzunk. Heavenly Father, we thank you for your word. Mennyi atyán, köszönjük neked a te ígédet. Thank you that your word instructs us and it convicts us, it challenges us. Köszönjük, hogy utasít bennünket, köszönjük, hogy meggyőz, köszönjük, hogy kihívást intéz felénk. Lord, forgive us for trying to seek satisfaction in other places. Bocsáss meg nekünk, Urunk, azért, hogy más forrásokból vágyunk a megelégedésre. And thank you, Lord, that this morning you reminded us. És köszönöm neked, Uram, hogy ma reggel engem és mindannyiunkat emlékeztettél. That true satisfaction, hogy az igaz megelégedés comes only from you. Egyedül tőled érkezik. That deep longing in our heart, az a mély vágyakozás a szívünkben can only be filled by you. Csak általad töltethetik be. So Lord, would you satisfy us again? Kérlek, elégíts meg bennünket ma reggel. Would you fill our hearts? Töltsd be a mi szíveinket. With yourself. Önmagaddal. We love you, Lord. Szeretünk téged, Urunk. In Jesus name. Jézus nevében. Amen. Amen.